Egy nap Dánielnek elfogyott a kenyere. Elhatározta, hogy átmegy a szomszédhoz és kér egy kilóval. Mire visszaért, addigra a felesége már vett. Úgy döntött, hogy visszaviszi a kölcsönkért kenyeret a szomszédnak. A kenyér könyörgött. Maradni akart. Ne vigyél vissza! Olyan jó dolgom van itt! De Dániel visszavitte a kenyeret. Az eset óta jelente hangokat hallott. Egy idő után úgy döntött, kideríti, mi lehet az. Ki van ott? Egyik este döbbenten vette észre, hogy a kölcsönkenyér visszajár. Ne! Nem akartalak visszavinni!